Az elmúlt hétvégén, május első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat. Mindazokat az anyákat, nagymamákat, akik összefogják, szeretetükkel fenntartják családjainkat. Az 5 éves Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesületének bemutatásával a megye tévé is köszönti Fejér megye valamennyi édesanyját. Egy barátnőmmel gondoltuk ki ezt az egyesület alakítást. Akkoriban az én eddig legutolsó gyermekem fél éves volt, és nagyon sokat jártunk a játszótérre. Panellakásban élünk, és akkor gondoltuk, hogy talán mi egy kicsivel többet is tudnánk adni ezeknek a gyerekeknek, amíg felnőnek, bár szegények, meg nincs lehetőség, de azért szóval nem hiszem, hogy csak arra van szükségük, hogy nap mint nap a játszótéren, a porba egy ideges anyukával töltsék az életüket, és ez volt az alapindító gondolat, és nekünk szerencsénk volt, mert addigra már ugye működött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint Fehérváron is volt egy helyi kezdeményezés, egy nagycsaládos csoport, de az feloszlott vagy megszűnt, és így alakultunk mi meg 95-ben 22 tagcsalád összefogásával. Hogyan találtátok meg a többi nagy családot? Segítségünkre voltak a családsegítő központ munkatársai, más civil szervezetek, akiknek nagyobb tapasztalatok volt már ezen a téren, de ugyanakkor nem is volt nehéz megtalálni őket, mert ugye közzétettük a felhívásunkat, hogy mi a szándékunk, és ugye 22 tagcsalád megalakította a szervezetet, és utána napról napra folyamatosan nőtt az egyesület taglétszáma, ami jelenleg 300 körül van. Hát ez persze mozog 250 és 350 között. És nem is tudom, hogy akkor miért gondoltuk, hogy nekünk regionális szervezetet kell alakítanunk, de azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk segíteni a kis településeken élő családokat is. És ez nagyon-nagyon bejött, hiszen ma körülbelül a tagságunk fele kis falvakban él, vagy más településeken. És nem csak a Közép-Dunántúli régióból csatlakoztak hozzánk, ki tudja miért, hanem egész messziről, például Ráckevéről is, Budapestről, Tolna megyéből is vannak tagjaink. 5 évvel ezelőtt annak a 22 családnak mit tudott nyújtani ez az egyesület? Akkoriban leginkább csak az álmainkat közvetítettük egymás felé, hogy mit szeretnénk, mi jó kis szabadidős programokat, közösségi tevékenységeket, gyerekeinket táborba küldeni és hasonlókat. És ezek aztán szép lassan megvalósultak, lassan csak elkezdett csordogálni a pénz a különböző pályázatainkra. Aztán nagyon-nagyon dinamikus fejlődésnek indult az egyesület. Ma már állandó szolgáltatásokat nyújtunk, nyitottan bárki számára igénybe vehetően, ilyenek például a jogsegélyszolgálat vagy a nevelési pszichológiai tanácsadásunk van. És most ebben az évben már a Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot írt ki regionális iroda működtetésére, amire mi pályáztunk, és a Közép-Dunántúli régióban mi látjuk el ezt a feladatot, aminek az a lényege, hogy a régióban működő nagycsaládos egyesületek, illetve jogi személyiségen nem rendelkező csoportok működését is segítjük. Közösségi programokat is szervezünk nekik, de leginkább a szervezet fejlesztése a mi feladatunk. Felmerült akkor már a kezdet-kezdetén a gondolat, hogy egy családi tábort kellene nekünk működtetni, és nagyon szerencsés találkozás volt a katolikus egyház egyik plébánossával, Krisztofori Walter atyával, aki Pusztavámon pap, de 4 faluba látja el a szolgálatot, így ott azok a plébániák üresen állnak, és fölvettük vele a kapcsolatot, föl is ajánlotta számunkra aztán a plébániát, amit azóta már felszereltünk mindenféle felszerelésekkel, vaságyakkal, játékokkal, sportszerekkel, úgyhogy minden évben ott tudunk a családoknak nagyon olcsó nyaralási, pihenési lehetőséget biztosítani. Akkor néhány szót azokról a programokról, amelyeket itt találhatnak a nagycsaládosok. Egész évben gyakorlatilag kirándulunk, nyáron üdülünk. Az alap elvünk az volt, hogy nem segélyezéssel foglalkozunk, tehát pénzt nem adunk, hanem egy értelmes, okos és jó szabadidő eltöltésre törekszünk, és ebbe vonjuk be a nagycsaládosokat. Minden hónapban van kirándulásunk. Voltunk a tavasszal planetáriumban, tropikáriumban. Most a gyereknapra két napos kirándulásunk lesz. Közbe indul a széna szervezésében. Tavaly már megrendezésbe került a Centrumban az egészséges családvetélkedő sorozat, amivel a 7 régiót végigjártuk, és itt volt Fehérváron a döntője.
fővédnökünk Orbánné, és személyesen megtisztelt bennünket a látogatásával. És gondoltuk, hogy ennek hagyományt fogunk teremteni, és idén is elkezdtük megszervezni. Az egész vetélkedő lényege az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyukák milyen fontos tevékenységet folytatnak egy család életébe. Tehát ők azok, akik a családnak mindennapos gondjait intézik, a gyerekekkel foglalkoznak, és ezeken a vetélkedőkön a családok együtt mozdulnak meg. És tavaly igazán nagyon jó visszhang volt, mert apuka, anyuka, pici gyerek, nagy gyerek, tehát 4 felnőtt, 6 gyerekkel folynak a versenyek, és nagyon jól érzik magukat a családok együtt. Nagyon örülnek a nyereményeknek. 3 minisztérium támogatja a rendezvényünket, a Szociális Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, és remélhetőleg az ISM. És úgy osztuk az ajándékot, hogy mindenkinek jusson. Tehát az első helyezettnek is, de a 12. helyezett csapatnak is. A nyárra készülve mindenféle labda és matrac és minden lesz benne. Tehát igazából egy családnak ez jól esik. És együtt játszanak, együtt szórakoznak, kultúrműsorok lesznek közben, szellemi kérdések lesznek, úgyhogy közben felvilágosító munka megy, vérnyomásmérés. Tehát ez minden helyen le van szervezve. A Szénában hány gyerekes családok tartoznak? A nagy család kategóriában 3 gyereknél följebb, tehát van 8-9 gyerekes családunk is, de fogadjuk szeretettel azokat a gyerekeket, ahol 1, illetve 2 gyerek van, mert ők is nagyon szeretnek a többi gyerekkel együtt játszani. A táborokba is nyugodtan jöhetnek ők is, akik pártoló tagjaink. Őnekik az a lényeg, hogy sok gyerekkel együtt legyenek, és ez már magába élmény nekik. Elmondhatjuk-e azt, hogy a társadalom megbecsüli a nagycsaládosokat, segíti a nagycsaládosokat a hétköznapok szintjén? Hát erre nagyon nehéz felelni, Nagyon sok eltérő szociális helyzetben lévő családunk van. Nagyon-nagyon sok családnak fogni kell a kezét itt az Egyesületen belül, akinek én minden fórumon elmondom, hogy volt anyukánk, aki itt állt a fogadó óráinkon, és akkor a végén állást szereztünk, hogy igen, tessék el menni dolgozni. Hát a gyerekeknek hónap végén már nem volt mit enni. Tehát a mi munkánk annyira szélsőséges, tehát mi annyiféle családdal találkozunk, ahol naponta dönteni kell. Na volt olyan családunk, akinek elárverezték volna a feje föl a házat, és észrevettük, hogy rossz kedve van. Miért van rossz kedved? És akkor jogásztól mindenhol végig kísértük őket, mert nekik is fogni kellett a kezét. Vannak nagyon jó családjaink, akik viszont viszik az Egyesületet, mindenben segítenek nekünk maximálisan. Tehát erre az Egyesületre nagyon nagy szükség van. Nagyon sok olyan családba segít, ahol lehet, hogy elkalódnának. És nincs az a, tehát a szociális hálóból valahol kiesnek. És hát mi erre igazából különös módon oda tudunk figyelni. A nagycsaládosoknak is napi problémája a lakáskérdés, és így az önkormányzattal összefogva megnyitottuk az első lakáshoz jutó irodáját, amire nagyon nagy az érdeklődés. Szerdánként vagyunk 3-6-ig itt, és szakembereket hívunk a fogadó óráinkra, lakáskassa, fundamenta, bankok, befektetők, tehát gyakorlatilag majdnem mindenki megfordul, és azt mindig hírlapba közé tesszük, hogy éppen azon a szerdán ki jelentkezik itt nálunk. Volt sikere az Egyesületnek? Tehát a mindennapi munkán túl, hogy ilyen tényleg nagy segítséget tudott nyújtani valakiknek? Én azt gondolom, hogy nagy segítség, mert például kisebb településeken nagyon sokszor járunk közbe az ügyek intézésébe. Amikor például egy vízbekötésnél, vagy nincs a családnak pénze, éppen már beköltözne a lakásba, de nem kap lakhatási engedélyt, mert a vizet nem tudja bekötni. Ez egy nagyon egyszerű példa, pár 10 000 forintról van szó, és akkor közben járunk esetleg a jegyzőnél, vagy polgármesternél, és akkor talán a mi szavunk ér valamit, mert többször sikeresen jártunk el ilyen ügyekbe. Említetted, hogy állandó szolgáltatásokkal is most már rendelkezésére álltok a családoknak. Ez azt jelenti, hogy ezekre akkor komoly igény van, tehát nem véletlenül kell ezeknek folyamatosan meglenni. Persze, természetesen, hiszen
Nekünk Székesfehérvár megyei jogováros önkormányzatával is együttműködési szerződésünk van, a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatokból egy részt látunk mi el, ami egy veszélyeztetettséget jelző rendszer működtetését jelenti. Tehát kapcsolatot tartunk intézményekkel, egyéb civil szervezetekkel, hogy közösen próbáljunk hatékonyan segíteni. De természetesen ez a szolgáltatás nem zárulhat le a város határánál. Tehát, hogy bárki, akinek erre segítségre van szüksége, mi próbálunk eljárni az ügyeikbe. Nagyon sokszor fordulnak hozzánk például lakás problémákkal. Most éppen ilyesmi gondolkodunk, hogy hogy tudnánk a legszegényebbeknek segíteni, esetleg ilyen kihaló félbe lévő kis falvakkal fölvenni a kapcsolatot, hát ha ott tudnánk nekik valami lakhatást biztosítani. Úgy gondolom, hogy eléggé ismert az egyesület, de hogyha valaki meg akar benneteket keresni, vagy meg akar benneteket találni, akkor hogyan juthat el ide? A Sziget utca 39-ben vagyunk mi. A fogadóráink hétfőn, kedden, szerdán vannak. Szerdán egész nap reggel 9-től este 6-ig itt vagyunk. És az 505-275-ös telefonon bárki megtalálhat bennünket, ami egy üzenetrögzítős telefon, úgyhogy éjjel-nappal elérhetők vagyunk. Mire vagy a legbüszkébb? A munkám területén? Akár. Én a gyerekeimre, meg arra, hogy nem is a gyerekeimre, a családomra, mert egy egységes egészet tudtam ebből kovácsolni, és azt nagyon szeretem, meg nagyon büszke vagyok rá, hogy a nagy 22-23 éves gyerekem a mai napig velünk együtt van, és igénye van a közösségre, szóval ez számomra nagy sikerélményt jelent, hogy a rengeteg minden mellett, ami zajlik nap, mint nap, hiszen a férjem is dolgozik, mellékállás, még iskolába jár, hetente háromszor Pesten tanul, úgyhogy van munkánk rendesen, és hogy mégis nagyon-nagyon talán könnyedén és boldogan tudjuk ezt csinálni. Szerinted a te életed, vagy a családod élete példa lehet más családoknak? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen nagyon fiatalon mentem férhez, akkor még nem terveztük ezt a sok gyereket, kettő után nem is nagyon akartunk többet, de igazándiból akkor teljesedett ki az életünk, amikor a negyedik is megszületett. Szóval akkortól érzem azt, hogy igazi kerek az egész.